Másodpercek alatt rémálommá válhat az egész évben várt nyaralás, ha nem figyelünk eléggé. Mi történik akkor, ha karambolozunk külföldön, vagy ellopják értékeinket? A nyaralási szezon kezdetén ezekre a kérdésekre keressük a választ a Magyar Biztosítók Szövetségének utazásbiztosítási tagozatvezetőjével, Horváth Péterrel, valamint itt van velünk Szarka Kovács Ágnes és lánya Jázmin, akiknek nem volt szerencséjük külföldi utazásuk alatt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, csokolom! Szia! Ugye két gyerekkel utazik családosan, előfordulnak ilyenkor balesetek. Jázminnal is történt a legutóbb valami. Mi történt? Kiestünk apukámmal a bobból, és bevertem a fejem. Ja, Istenem, és hol vertett be? Itt még mindig látom. És mi történt utána? Hát elvittek a mentők. Jaj. És volt utas biztosítás? Abban az esetben még nem, viszont azóta semmilyen formában nem indulunk el, úgyhogy ne kössünk balesetet. Tavaly a másik kislányommal történt, Görögország és az első órahosszában a tengerbe lépésünk után tengeri sümbe lépett. És akkor már volt biztosítás. Akkor már volt biztosításunk, és... És mi a különbség a két ellátás között? Ugye elsőre nem volt, akkor kellett fizetniük az ellátásért? Akkor per pillanat nem, de utólag igen, elég borsos. Ez hogyan működik? Tehát fölírják az adatokat, Jázmint ugyanúgy ellátják teljesen korrekt ellátták, módon. Ellátták, igen. Ez mondjuk Ausztriában történt, tehát azt szerintem mutatja a dolgot. Már úgy érti, hogy ott korrekten igen, látják igen, az igen, 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 igen. Egy TB kártyát kértek tőlünk, és igazából ennyi, ellátták. És nárul, hogy mennyi ez a borsos ár, mert ugye néhány ezer forintért lehet biztosításokat kötni. Feltételezem, hogy akkor ez sokkal többbe kerülhetett, ha azt mondja, hogy igen, borsos igen, volt. Igen, igen, igen. Az ellátás mi volt konkrétan? Összevarták szegénynek a bőrét, nem, vagy összekapcsolták? Nem kellett, röntgent csináltak, meg nyilván a mentőszállítást kellett kifizetni, meg ott a röntgen ellátást. Ez 200 euró volt utólag. 200 euró. Igen, 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 igen. Egy átlag utasbiztosítás egyébként mit tud fedezni? Tehát például ennek a költségeit is gondolom. Ez természetes. Egy átlag utasbiztosítás gyakorlatilag pár száz forintért, tehát ilyen 3-400 forinttól 1000 forintig bezárólag, attól függ, hogy milyen kategóriát vásárol a kedves ügyfél most Európára tekintettel. Fedezi a teljes... Ez per nap, ugye? Ez per nap természetesen. Ez fedezi az esetleges baleseti ellátást, megbetegedéseket, podgyászkárokat, és nagyon sok minden egyebet, amelyre egy ügyfélnek szüksége lehet külföldön. Például ebben az esetben, amit most hallottunk, ha mondjuk ez nem Németországban vagy Ausztriában történik, ha esetleg nyelvi problémák merültek volna föl az orvossal történő beszélgetés során, esetleg egy komplikáltabb ügyről van szó, kórházi befektetésről van szó, akkor hogyan kommunikál a kedves beteg például az orvossal? Ha van egy biztosítása, egy utasbiztosítása mögötte, akkor a biztosítótársaságok 24 órán keresztül egy online felületet biztosítanak, illetőleg telefonos kapcsolatrendszert biztosítanak arra, hogy a nyelvi problémák is megoldásra kerüljenek, és beállnak, mint tolmács a beteg és az orvos közé. Az ellátás közben? Természetesen, akár az ellátás közben. Hát ha olyan kérdések merülnek föl, amit az ügyfél nem ért, akkor valakinek segítenie kell ebben a történetben. Jázmin szívem, nem féltél attól? Nem tudom, hogy beszélsz-e németül, illetve hogy az ellátás közben értetted, hogy mi történik veled, de kedvesek voltak veled? Tehát a körülményekhez képest jól érezted magad a rendelőben? Igen, igen, nem, kedvesek voltak. És egyébként, hogyha utasbiztosítást akarunk kötni, ezt nem csak utazási irodáknál tudjuk megtenni, ugye milyen opciók vannak még? Ugye az utazási irodáknál azok kötik a biztosítást elsősorban, akik valamilyen utazási irodai szolgáltatást vesznek igénybe, szállást foglalnak, repülőjegyet vesznek, esetleg pénzt váltanak. Az utasok többi másik része pedig online módon tud vásárolni, tehát nagyon sok online felület áll rendelkezésre az utasbiztosítás kötésre. A biztosítók közvetlen honlapjain keresztül lehet kötni, brókerek állnak rendelkezésre. Tehát tulajdonképpen ma azt mondhatjuk, hogy éjjel-nappal a nap 7 napján mindenki tud utasbiztosítást kötni, aki és szeretne. Ugye a bankkártyák mellé is jár utasbiztosítás, vagy is mellé lehet is jár kötni? Természetesen, nem mindegyik bankkártya mellé. Ezt érdemes utazás előtt jól megnézni, hogy az én adott bankkártyámhoz jár-e utasbiztosítása vagy sem, illetőleg milyen fedezeteket nyújt. Benne hát van ez például az a sportkockázat. Mert hajlandók vagyunk egyébként ezt így elmismásolni. Úgy is van bankkártyám, azzal fogok fizetni mindenhol, és azon úgy is van biztosítás. De hát ez mit tud? Ugye ezek a biztosítások, ezek egy szabályzatban le vannak írva, és elküldték annak idején az ügyfélnek. Csak ugye ma már 3-4 évente cserél a bank bankkártyát, nem évente. Tehát ugye én ezt besülyeztettem a fiókon valamelyik mélyébe, és el is feledkeztem róla. Utazás előtt nem biztos, hogy átnézem. Tehát ilyenkor érdemes a bankomat fölhívni, vagy a bank honlapján megnézni, hogy mi a szabályzat,
mire nyújtok fedezetet, mi az, amilyen ellátást én kaphatok, amennyiben a bankkártyám biztosítását veszem. Ágnes, ettől függetlenül önök inkább utasbiztosítást kötnek, és nem bankkártyásat? Utasbiztosítást kötünk. Igen. Jobban érzik úgy magukat, igen, komfortosabban? Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Óvatosan minden utazásnál. Köszönjük szépen.